Minden év márciusában társadalmi munkára gyűlnek össze a bodvicai zártkerti tulajdonosok egyesületének tagjai. Tavaly zúzott kővel töltötték fel az utakat, hogy járhatóbbá váljanak. Idén azonban gépeket béreltek, hogy elegyengessék a sok helyen alig járható földutakat. Idén ugyan követ nem hoztunk, mert tavaly kétszer is hoztunk, és elég sok pénz elfogyott a tavaly évbe. Így erre a 2011-es évre egy kicsit muszáj spórolnunk, hogy legyen tartalékunk is. Ha tagdíjak, mondom idézőjelben tagdíjak, hogyha összejön, akkor az durván olyan 300 ezer forint lesz. Önkormányzattól szoktunk kapni 100-150 ezer forintot, úgyhogy olyan 400-450 ezer forint jön össze. Remélhetőleg ebbe az évbe. A kiadásra úgy terveztem, hogy olyan 100-150 ezer forintot szeretnénk fordítani, de ugye persze ebből lesznek majd olyan nem előre látott kiadások, amire hát az ember nem számol. Idén a bodvicai szőlősgazdák közül szép számmal érkeztek a társadalmi munkára, így még a délelőtti jó időben végezhettek a feladattal. Általában olyan 70-80-90 ember szokott a 160-ból eljönni társadalmi munkázni. Létszámra elég, mert ugye aki nem jön el, az általában kifizeti a plusz a társadalmi munkát is. Az a 40-50 ember, aki nem jön, az fizeti az 1500 forintot pluszba még társadalmi munkára. A tulajdonosok az egész éves feladatok mellett további társadalmi munkát is bevállalnak, ha szükséges. Erre az évre majd esetleg az össze meglássuk, hogy hogy romlik az út, és akkor úgy fogunk, tudom én, vagy követ hozatni, vagy csak megint simán így géppe elrendeztetni az utakat. Hogyha az időjárás ugye meg az út megkívánja. A szőlősgazdák a hétvégi munkával nem csak saját portájuk előtt szorgoskodtak, hanem azért dolgoztak, hogy minden tulajdonos egy kellemesebb, szebb és jobban megközelíthető telken töltesse szabadidejét egy-egy hosszúra nyúlt hét után.